Sziasztok, Igor vagyok. Nemrég tartottam egy előadást az online meetupon arról, hogy hogyan lehet csak egy digitális multiméter használatával sorosportot dibagolni, viszont sajnos késve kezdtük azt az előadást különböző technikai problémák miatt, és a hardware, a demo hardware sem működött az előadás közben. A késés miatt viszont úgy döntöttem akkor, hogy nem fogom az előadás közben megpróbálni megjavítani a hardware-t. Ez a mostani videó külön arról fog szólni, hogy a hardware most működik, és ezen szeretném megmutatni azt a lépéssorozatot, ahogy ezt a sorosporti beüzemelést meg lehet tenni. A kiinduló pont az, hogy van egy teszt összeállításom itt, majdnem szépen sikerült teszt összeállítás, ahol van kettő-kettő drót, ami egy számítógépből jön. Ez az a számítógép, ami Linuxot futtatok, és ami majd terminált szeretnék használni, hogy elérjem a cél hardvert, mondjuk egy routert, vagy valami hasonlót, ami az én esetemben itt a teszten ezen a részen található. Egy kis mikrokontrolleres áramkör, ami egyrészt másodpercenként villant egyet a piros leden, hogy lássuk, hogy még mindig működik, és ha sikerül új sor karaktert olvasnia a soros portján, akkor a zöld ledet felvillantja. Egyébként pedig visszaírja azokat a karaktereket, amiket kapott, de az a trükk, hogy egyet azért hozzáad, hogy lássuk, hogy egészen biztosan átfolyt a mikrokontrolleren is az egész kommunikációnk. A videó célja az az, hogy adjak egy rövid checklistet arról, hogy mik azok a mérési módszerek, amiket könnyen elvégezhettek eszközök nélkül is, hogy egy hasonló szituációban a számítógépetek és egy bármilyen sorosporton kommunikáló eszköz között a kommunikáció zökkenőmentes legyen, és ne égjen le semmi a kísérletezés közben, főleg akkor, amikor nem feltétlen tudjuk a lábkiosztásokat, például itt erről a négy drótról, most így elsőre nem tudjuk, hogy a számítógépünknek melyik a sorosporton belül melyik lesz az adó, melyik a vevő. Másrészt itt a barna és a zöld drót, ami a mikrokontrollerből jön, arról sincs még információnk, hogy azok közül melyik lesz az adó és melyik a vevő. Az első dolog, amit tennünk kell, hogy a két rendszernek a földjét azt össze kell kötnünk, ugyanis minden jelszintet majd a földhöz képest fogunk értelmezni. Ezt én ezen a demo összeállításon már megtettem, nem túl látványos, nem is tudom különösebben megmutatni. Viszont a következő lépés, ami ugyanennyire fontos, biztosnak kell benne lennünk, hogy a távfeszültség szintje az egyezik a két oldalt. Az nem fontos, hogy ugyanonnan kapják a tápot, viszont az fontos, hogyha az egyik rendszerünk mondjuk 5 voltos, akkor a másik rendszerünk ne 3,3 voltos legyen, mert ha nincs külön védelem erre az esetre, akkor a kisebb feszültségű rendszer nem fogja szeretni a nagyobb feszültségű rendszert. Ezt egy egyszerű multiméterrel úgy ellenőrizhetjük, hogy a negatív pólust a földhöz illesztjük. Volt mérő állásba tesszük a multimétert, én 20 voltra állítottam, mert arra számítok, hogy 3, 4, 5, 6 voltot fogok majd mérni. És először megmérem a mikrokontrollerem tápfeszültségét, ami láthatóan 3,3 volt. Ezután megmérem a számítógép felől érkező tápot, ami szintén 3,3 volt. A biztonság kedvéért pár helyen a jelvezetékekre is rámérek, amik a számítógéptől érkeznek. Ezek 0 voltok éppen, ez is 0 volt, ez viszont 3,3 volt. Ez ígéretes, ez azt jelenti, hogy a két oldalnak körülbelül egyforma feszültsége, tehát nem fog semmi leégni, hogyha összekötöm őket. Persze majd látni fogjuk, hogy ellenálláson keresztül kötöm őket össze, ami egy plusz védelmet azért nyújt, de jobb nem attól függeni. Először is készítsünk egy rajzot a rendelkezésre álló drótokról és csatlakozásokról, hogy a menet közben felfedezett különböző adatokat felírhassuk rá. Ez majd nagyban fogja segíteni a tesztek megfelelő sorrendben való végzését. Ez a kettő két pólusú lesz, ez a kettő bejövő két pólusú, tehát összesen négy drót, ami a Linux oldaláról jön. És ugye van egy barna, meg egy zöld, ami pedig a mikrokontroller oldaláról jön.
Ami a Linux oldalról jön, azzal fogunk könnyebben boldogulni, ugyanis ott tudunk különböző eseményeket előidézni a Linux oldalról. Azt nyilván meg kell tudnunk mondani, hogy Linuxon milyen device-ként látszik ez a sorosport, de ez a teszt ebben is segíthet. Az első teszt, amit csinálunk, az az, hogy megpróbáljuk megállapítani, hogy a négy drót közül melyik az az egy, amelyiken a kimenő adatok jelennek meg. Ezt úgy tudjuk legegyszerűbben elérni, hogyha azon a porton egy négyszögjelet generálunk, egy 50%-os kitöltésű négyszögjelet, ugyanis a multiméterünk, hogyha elég nagy frekvenciával generáljuk ezt a négyszögjelet, akkor ki fogja integrálni, és egy középfeszültséget fog mérni. Az előadásban erről részletesebben volt szó a jelszintekkel, úgyhogy ebbe itt most nem megyek bele. Tehát vesszük a multimétert, újra beállítjuk a 20 voltos méréstartományra, csatlakoztatjuk a földet, és csatlakoztatom mondjuk a jobb oldali, tehát a rajzom majd ez lesz. 0 voltot mérek rajta. Négyszöget Linux alól úgy tudunk legegyszerűbben generálni, hogyha írunk egy ciklust, ami elhúzik nagy U betűket. Ezzel a parancsorral kapcsolatban néhány megfigyelés. Az egyik az az, hogy az echo-n az azért fontos, hogy új sort ne írjon ki az echo, ugyanis az megtörné az U betűknek a szabályos rendjét. Hát ez nem biztos, hogy meglátszana a mérésünkön, de azért jobb a biztonság, plusz hogyha mégis scope-pal szeretnétek majd egyszer mérni, akkor ez a receptje annak, hogy szép szabályos négyszögjel legyen. A másik trükk az az, hogy az átirányítás az a ciklus után történik, nem az echo után. Tehát az egész ciklus kimenetét irányítjuk át, ami azért hatékonyabb, mert ha minden egyes echo-t irányítanánk át, akkor két echo között adott esetben keletkezhetne szünet, ami meglátszana a szabályos négyszögjelen is, viszont ha az egész ciklust irányítjuk át, akkor az echo-kat lefuttatja olyan gyorsan, ahogy csak tudja, hogyha nem valami nagyon-nagyon lassú gépen csináljuk ezt, akkor gyakorlatilag szünetmentesen fogják egymást követni az útbetűk. Ezt most elindítottam. Ez a port nem változott meg, tehát erről tudjuk, hogy ez valószínűleg egy fogadó port lesz, vagy egy olyan adóport, amivel nem tudtunk adni. Erre ugyanez az eset. Most megnézzük az utolsó előttit, sajnos az is. És akkor megnézzük az utolsót. És hopp, ott egy 1,64 század voltot látunk, ami lehet a 3,3-nek a fele. Ezt úgy tudjuk könnyen ellenőrizni, hogy leállítjuk az U betű küldését. Nyilván vannak bufferek, úgyhogy valamennyi időig el fog tartani sokszor, mire kiürülnek ezek a bufferek, és tényleg leáll a küldés, de előbb-utóbb mondjuk 1-2 másodpercen belül le fog állni a küldés, és akkor láthatjuk, hogy föl is ment 3,3 voltra, esetleg még egy utolsó kereszt próbaként megcsináljuk, hogy újra elindítom, és akkor látszik, hogy megint fele feszültségre esett le, tehát most el is távolítom már a feszültségmérőmet, tehát ebben most egészen biztosak lehetünk, hogy ez az adó a mi oldalunkon. Tehát a négyből egyet már sikerült azonosítanunk. A maradékok azok vagy vevők, vagy adók, ezt ugye nem tudjuk abból megállapítani önmagában, hogy nulla voltosak. Viszont azt megtehetjük, ugye, hogy az előadásban is elhangzott, egy megfelelő ellenállással megpróbáljuk őket elhúzni. Én most egy 3,3 kilóhomos ellenállást fogok erre használni. Hogyha egy adót próbálok elhúzni, akkor az nem fog sikerülni, mert az ennél sokkal kisebb ellenállással fogja mi esetünkben az előző mérés alapján a nulla volt fele húzni. Ha viszont egy vevőt próbálok elhúzni, akkor ott már mérhető lesz a feszültségváltozás. Úgyhogy újra a feszültségmérőhöz nyúlok. Ismét bekötöm a földre az egyik pólust, és ugye három pint kell azonosítanunk, mondjuk vegyük ezt. Nulla volton van, tehát az ellenállással az egyik lábát bedugom az ellenállásnak a pinhez, a másikkal a 3,3 voltra próbálom elhúzni. Az látszik, hogy 4 század voltot sikerült elhúznom, úgyhogy nagy valószínűséggel ez nem vevő, hanem ez inkább egy adó lehet, csak nem az, amin az adat jön ki, hanem valamelyik
flow controlhoz szükséges adó. Ugyanezt kell megismételni a maradék kettőre is. Az is 0 volton van, megpróbáljuk fölfele elhúzni. Hopp, ez sikerült, majdnem a 3,3-re, tehát ez egy jó jelölt, mert ez vevő. Végül az utolsó portot. Azt is sikerült elhúznom. Ami azt jelenti, hogy ez is egy jó jelölt. Tehát most ott tartunk, hogy tudjuk pontosan, hogy melyik az adó, amin kijön a jel, amit meghozunk. Viszont azt még nem tudjuk, hogy a kettő közül melyik a vevő. Ezt már multiméter nélkül tudjuk megállapítani. Nyilván arról van szó, hogy az egyik az vevő, a másik pedig a flow controlnak a bemenete lehet, vagy valami teljesen nem ide kapcsolódó port, attól függ, hogy milyen a hardverünk. A legegyszerűbb megállapítási módja ennek az, hogyha egy loopback-et készítek, ami azt jelenti, hogy összekötöm az adót mondjuk az egyik vevőnek kikiáltott porttal, és megnézem, hogy vissza tudom-e olvasni azokat a karaktereket, amiket az adó oldalon kiírtunk. A terminálon az alsó képernyő részen elindítottam egy olyan parancsot, ami katolja a soros portot, tehát hogyha sikerül beleírnunk bármilyen módon, akkor azt itt látni fogjuk. A felső részen pedig mondjuk egy dátumot, ha futtatok, akkor látszik, hogy kiírja a dátumot. Most a soros portra írtam ki, mivel még semmilyen összeköttetésem nincsen, ezért értelemszerűen nem láttam ezt viszont. Amit most tehetnék, az az, hogy egy száldróttal összekötöm az ismert adót az egyik vevővel, de én nem vagyok ennyire magabiztos, mert azért gyakrabban leégnek ezek a hardverek, mint ahogy szeretnék, úgyhogy fogok egy 100 ohmos ellenállás, mert az van éppen kéznél. Az ugye 3,3 volton már néhány 10 milliamperre fogja korlátozni az áramot az összes többi ellenállással együtt, ami a rendszerben parazitaként előfordul, tehát nagy valószínűséggel attól nem fog leégni a számítógépem. És ezen az ellenálláson keresztül kötöm össze, ugye a bal oldalit, mondjuk a legjobb oldalabbival. Most elvégzem ugyanezt a tesztet, beleírom a D-t, nem láttam viszont, úgyhogy ez gyanús, hogy nem ez lesz az én vevőm. Akkor összekötöm inkább a harmadikkal. És hopp, már látom is, hogy ömlenek az adatok. Ugye ezzel biztos lehetek benne, hogy akkor ez volt a vevőm, tehát a PC oldalt azt már megmértük. Viszont miért van az, hogy sokkal többször olvasott, mint ahogy szerettem volna, most is új sorok tönkelegét olvassa. Ennek az az oka, hogy a Unixokon a soros portot leggyakrabban terminálnak használjuk, és a történelmi okokból a termináloknál mindenféle ilyen egyéb hát ráépítmények keletkeztek a számítógép oldalán. Az egyik ilyen az az Echo, ami úgy néz ki, hogy ha a terminál ír nekünk egy karaktert, mint számítógép, akkor azt vissza kell küldeni, hogy megjelenjen a terminálon. Ugye ez a klasszikus terminál felfogás, mondjuk a 70-es, 80-as évekből, ahol a terminál jó esetben videóterminál egy monitor és egy billentyűzet, amit a billentyűzeten megnyomok, az bemegy, mint bemenet a sorosporton, amit pedig a sorosporton kiírok, az megjelenik a monitoron. Alapból nem lokál echo van, tehát amit megnyomok a terminál billentyűjén, azt a terminál nem jelenti meg rögtön a képernyőjén, hanem elküldi a számítógépnek, a Unix pedig visszaküldi, hogyha úgy ítéli meg, hogy azt ki kell írni, és ettől jelenik meg a monitoron. Ezt ki kell kapcsolnunk ebben az esetben, mert ezzel egy remek kis hurkot sikerült, még pluszban egy szoftveres hurkot keletkeztetnünk, mert ugye kiküldtünk valamit a kimeneten, azt visszaolvastuk, viszont azt hittük, hogy ez egy terminál, tehát újra ki is küldtük, amit visszaolvastunk, hogy megjelenjen. De mivel hardveresen is létrehoztuk a hurkot, ezért ez elkezdett ott cirkulálni. Ennek a kikapcsolását az STTY nevű programmal lehet megtenni, aminek meg kell adnom a soros portomnak a device-át. Meg kell adnom egy baud rate-et. Én most itt
Fogalmam sincs, hogy a mikrokontroller majd milyen baudréttel fog működni, vagy az a router, vagy bármi, amire rá tudom kötni, azt meg kell tippelni, ki kell próbálni párat. Itt mivel saját magamra kötöm vissza, és egy baudrétet adok meg, ami az adóra is, meg a vevőre is vonatkozni fog, ezért tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit írok be. Például beírhatom, hogy 38.400. Beírom, hogy ró, ez azt csinálja, hogy nyersé teszi a soros portot, tehát mindenféle bonyolítást, szoftveres ráépítményt kikapcsol, de az echo-t azt még külön kikapcsolom, ez volt az a terminálos visszaírás, amiről az előbb beszéltem. Miután sikeresen kiadtuk az STTY parancsot, és most már nyers üzemmódban van a portunk, és kikapcsoltuk az echo-t, a beírt date-et most már egy sorként kell viszont látni. Alul olvasom a portot, felül pedig írom, és az működik is. Egy hasonló, az előzőhöz hasonló ciklussal ezt automatizálhatjuk. Ez kényelmes szokott lenni, mert nem kell folyton majd a billentyűzetünket kezelni, és látjuk a monitoron csak oda pillant, vagy működik-e még a dolog, akár ez a loopback, akár majd mikor már összekötjük a mikrokontrollerrel. A ciklus pedig úgy néz ki, hogy ezt fogjuk sokszor kiírni. Viszont az U betűkkel ellentétben direkt azt szeretnénk, hogy legyen egy kis késleltetés két küldés között. Ez két teljes date sor leküldését jelenti, ugyanis bizonyos esetekben például egy mikrokontrollernek az input buffer telítődésekor az rosszul jön, hogyha ha teljesen szorosan jönnek a bájtok, vagy akár, hogyha nem tud tökéletesen szinkronban járni a két oldal, akkor egy két bájt közötti újra szinkronizálásban segíthet az, hogyha hosszabb idei szünet van a soros porton. A kis loopbackünkkel látszik is, hogy jön szépen másodpercenként a visszaírás. Úgyhogy most meg kell próbálnunk földeríteni a mikrokontrollernek az oldalát. A mikrokontrollernél nincsen sajnos, vagy hát lehet, hogy routerről van éppen szó, nincsen rá befolyásunk, hogy ő mit küld. Tehát pusztán az, hogy megmérem a feszültségszinteket ezen a két ponton, ez még nem fogja nekünk elárulni, hogy melyik az adó és melyik a vevő. Az egyiken mérek 3,3 voltot, a másikon mérek 0 voltot. Viszont az elhúzásos technikát azt itt is bevethetem. Például a 3,3 voltot megpróbálhatom földre húzni egy 3,3 kilóhmos ellenállással, és azt látom, hogy alig változott az érték néhány századot, tehát akkor az a konklúzió, hogy nagy valószínűséggel ez a mikrokontrollernek az adója. Most megnézzük, hogy ezt a vonalat, a jobb oldalit, azt, ami éppen 0 volton áll, azt föl tudom-e húzni 3,3 voltra, és azt látom, hogy egészen közel a 3,3-hez tudom húzni, néhány századdal vagyok csak alatta, úgyhogy nagy valószínűséggel ez gyengén hajtja, vagy nem hajtja, hanem inkább ezen próbál majd venni. Úgyhogy megvan a térképünk az adóról és a vevőről. Ki is veszem a loopback összeköttetést a PC oldalon, és most jön a következő lépés, hogy a PC oldal adóját össze kéne kötnöm a mikrokontroller vevőjével, és a mikrokontroller adóját a PC vevőjével. Itt ugyanúgy járok el, mint az előbb a loopbacknél, hogy ezeket az összeköttetéseket én inkább nem dróttal csinálom, mert még mindig előfordulhat, hogy valamit benéztem, hanem százomos ellenállással, ahogy az előadásban rajzolgattam a kapcsolási rajzokon, számolgattunk, látszik, hogy mondjuk egy százomos ellenállással nem fogom befolyásolni a
jelszinteket érdemben. Először is összekötöm a PC adóját a mikrokontroller vevőjével. Ezt kicsit hajtogatom az ellenállás lábát. Az első, amit láthatunk, az az, hogy a zöld LED az nagyjából másodpercenként felvillan, de nem pontosan szinkronban a piros LED-del. Ez a felvillanás, ez már jó eséllyel az az új sorkarakter, amit Linux oldalról a date-nek a végén írunk másodpercenként. Viszont azt ígértem, hogy a mikrokontroller vissza is fogja írni ezeket a karaktereket. Úgyhogy összekötöm a mikrokontroller TX-ét a számítógépem RX-ével. Sikerült zárlatot előidéznem, de amikor a zárlatot megjavítottam, akkor látható a terminálon, hogy jönnek vissza a détek, viszont egy karakterrel eltolva, minden karakterhez hozzáadtunk egyet, ugye ez a végén az évszámon látszik jól, hogy a 20-20 helyett 31-31-et kaptunk. Tehát sikerült az összeköttetéseket megoldanunk. Most már akár kicserélhetném drótra is, mert most már biztos vagyok benne, hogy minden teljesen jól működik. Ezt a végleges eszköznél nyilván egy valamilyen hosszúságú kábellel fogja az ember megoldani, hogyha messzebb akarja vinni a számítógéptől a kész eszközt. Szerencsém volt a bódréttel, sikerült beletrafálnom pont abba a bódrétbe, mint amit a mikrokontroller használ. Ha nem sikerül, akkor általában ez a visszaolvasás nem működik meg, akkor az új sor karakterek zöld villogását se látnám, mert nem új sor karakternek érzékelni. Olyankor el kell kezdeni állítgatni a bódrétet különböző értékekre. Körülbelül ennyi a checklist, azt szöveges formában is oda fogom adni Dénetnek, aki majd közzéteszi. Úgyhogy, ha megnéztétek a videót, van multiméteretek, akkor ha kinyomtatjátok a checklistet, akkor az asztalon, amin az eszközeitek vannak, kényelmesen tudjátok majd futtatni. Sok sikert mindenkinek a sorosport összekötésekhez!